egy mosoly! Egy doboz, egy mosoly! Ez volt a mottója a Pulzus Rádió karácsonyi cipős dobozgyűjtő akciójának, amelyet 10. alkalommal szerveztek meg. Idén 6 járásban 15 kárpátaljai gyűjtőponton várták az ajándékokat. Azt gondolom, hogy rendezvény 10 éven keresztül meg van szervezve Isten kegyelméből, és áldásával akkor egy fokkal azt mondhatnánk, hogy könnyebb dolgunk van, mint az elsőt megszervezni. Bár amikor az ember már jobban belemélyül, akkor már rájön arra, hogy ez minden éven hatalmas kihívás, meg hatalmas munka mindenki számára. A mai rendezvényünk, amely már legalább egy hónapja zajlik a marketing szempontjából, 6 járásban zajlik, és 15 darab központi gyűjtőpontot alakítottunk ki különböző társ szervezeteinek köszönhetően. Ami azt jelenti, hogy egy-egy Kárpátalján működő, tevékenykedő civil szervezet, egyházi szervezet, vagy éppen magánszervezet felvállalta azt, hogy a saját településén és a szomszédos településeken a 10. Pulzus karácsonyi cipősdoboz keretén belül cipősdobozokat gyűjt, illetve ezeken a gyűjtőpontokon száraz élelmiszert is vár a felajánlóktól. És így aztán mondhatnánk úgy, hogy 60 darab települést tudunk elérni ezzel a hálózattal. A központi rendezvényre hagyományosan idén is Beregszász főterén került sor, ahol gyermekprogramok és szabadtéri koncertek várták az érdeklődőket. A rádió munkatársai idéglenes stúdiót rendeztek be a főtérhez közeli kávézó galériáján, ahonnan élő közvetítés során adtak hírt a gyűjtésről, valamint megszólaltak az akcióban résztvevő szervezetek vezetői. Azt gondolom, hogy a hagyományosan a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az ungvári főkonzulátus személyi állománya egy emberként mozdult meg a Pulzus Rádiónak a cipős doboz akció felhívására, és évről évre egyre több és több adományt sikerül gyűjtenünk. Egyrészt a munkatársaim adományoztak nem kis mennyiségben, másrészt pedig ugye a 18. kerületben lévő kerekerdő óvoda és az általa gyűjtött játékok, ajándékok adományozására került sor. A főtéri rendezvények mellett a Rákóczi Főiskola átriumában színes gyermekprogramok várták a városi iskolák diákjait, akik ajándékcsomagot vehettek át a Mikulástól. Ugye ez a 10 év elég volt arra, hogy ezek a programok már úgymond kifortak már korábban is. Elméletileg ugye főtéren koncertünk, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a gyerekeknek sikerült végül is egy csodálatos gyermekprogramot szervezni, és nem csak megszervezni, hanem ahogy látjuk, sikerült egy-egy ajándékkal is megajándékozni. Természetesen, ami nagyon fontos egy rádió és egy média életében, én úgy érzem, reggel 6 órától, vagyis egy 14 órás élő műsorral is készültünk. Mindenféleképpen ki szeretném emelni, hogy folyamatosan hirdettük ezeken a, mint a színpadon, a főtéren, mint természetesen a rádióban és mindenütt, ahol lehet ezeken a programokat, hogy továbbra is várjuk a cipős dobozokat, de ami a leg-leg-leg végül is a fő célunk ebben, hogy természetesen minél több cipős dobozt tudjunk összegyűjteni. Az akció partner szervezete most is a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai osztálya volt, akik több mint 1000 adag étel megfőzését és szétosztását vállalták a rendezvényen. Az idén immár 10. alkalommal tudjuk megrendezni szeretett konyhánkat itt a főtéren. Ezt egy előkészület, egy kis önkéntes csapat készítette elő, hogy a mai napon itt lehetünk. Szeretnénk egy meleg ételekkel egy kis melegséget vinni az emberek szívébe, és aláhúzni azt, hogy adni igenis jobb, mint kapni. Az akció keretében a cipős dobozok mellett idén száraz élelmiszert is gyűjtöttek, a Remény a Gyermekekért Alapítvány munkatársai. Idén tartós élelmiszert gyűjtünk mi is a családjainknak, jelenleg 80 családnak tart a gyűjtés, szépen haladunk, gyűlnek a csomagok, jó a hangulat a főtéren, nagyon örülünk, nagyon segítőkészek, még gyerekek is adakoztak gyerekeknek, úgyhogy ez a mai nap egyik pozitívuma. Úgy gondolom, hogy karácsony közelettével felerősödik az emberekben a segíteni akarás, de
Azt is szeretném elmondani, hogy ezek a családok nem csak karácsonykor szorulnak rá élelemre és tisztálkodószerre, hanem az év minden, tehát a többi 364 napján is, úgyhogy mi ezen munkálkodunk a csapatunkkal. Gyűjtőpontot állítottak fel Ungváron a színház téren is, ahol a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének tagjai várták a felajánlásokat. Meleg tejával és mézes kaláccsal kínálták az ideérkezőket. Az egyik dobozban nagyba a kinőtt ruháimat és egy macimat tettük be, amivel nem játszok már. Szerintem nagyon sok gyerek fog örülni egy doboznak. Egy doboz, egy mosoly. Ez pedig már a csapi gyűjtőpont. A településen 6. éve a 3-as számú Gróf Széchenyi István cserkész csapat vállalja magára a gyűjtési akció lebonyolítását. Munkájukat a helyi KMKS ifjúsági szervezete is segíti. Én is hoztam 2 dobozt, csináltunk, és hát nagyon sok doboz, hál' Istennek, összegyűlt. Raktam bele füzetet, tollat, plüsmacit és édességeket, és raktam bele egy képeslapot, amiben boldog karácsonyt kívánok nekik, és beleírtam egy igét. A beérkező cipős dobozokat pakolják épp a raktárba a Sámuel Alapítvány munkatársai. A szervezet a kezdetek óta társszervezője a kezdeményezésnek. Ők gondoskodnak arról, hogy az adományok a megfelelő helyekre kerüljenek. Én azt látom, hogy az idejében is nagyon sok embert megmozdít, nagyon sok embert megszólít ez az akció, és azt látom, hogy az embereknek az adakozása nem maradt alul a tavalyhoz képest, hiszen jobb adni, mint kapni, ez alapján, az elv alapján működnek, úgy látom a dolgok, és ha azt nézzük, hogy a beérkezett cipős dobozok szépek, jó nagy dobozokról beszélünk, és ugye mindemellett még élelmiszercsomagot is gyűjtünk. Én azt látom, most azt gondolok, és optimistán nézem a dolgokat, hogy bizonyára meg lesz a tavalyi, és sőt, reménykedünk, hogy túl fogjuk szárnyalni. Reménységgel vagyunk, hogy ezeknek az ünnepeknek a közelettével, az ünnepek alkalmával meg tudjuk oldani azt, hogy a cipős dobozok kikerüljenek, és hogy betöltse küldetését az, hogy megkapja az a gyerek, akinek éppen szántuk. Az idén is sokan éltek a lehetőséggel, hogy cipős dobozba zárt ajándékkal járuljanak hozzá egy kárpátaljai nehéz sorsú gyermek boldogabb karácsonyához. A szervezők jövőre is számítanak a jó szívű emberek felajánlásaira.